mondjuk a második fajta árnyékítás az jóval hosszabb. Valószínűleg, hogy ez a 70-es években készült akkor, amikor Bocsmányos már megromlott a szeme, és nagyon csúnya dolgokat rajzolt, ezerkarúból iratlan törvény, vesztegzárak Grand Hotelben. Ezek azért nagyon-nagyon odakent változatok voltak, és akkor a szemüntétje után ugye neki megjavul a stílusa. Két koldus diák, 1002. éjszaka, a Kód és az EX7-es, és akkor utána sajnos meg is hal. Nem sokára elérünk a Fekete Gyémántokhoz. Az 1870-ben írt a Jókaimor, és a képregény változat pedig 1964-ben jelenik meg. Zórád ekkor kerül bele a füles alkotóinak a sorába, mert Zórád egész addig nem nagyon szereti a képregényeket, egész pontosan a pest-budai mozaikban szellemi eltudulásként apostrofálja, ahol a képek viszik előre az elakadt gondolatot, de hát végül is Zórádnak 64-ben van egy olyan gondolata, hogy azért mennyivel jobb lenne, hogyha neki egy fix pénze lenne, tehát nem csak néha dolgoznak ide-oda vagy amoda, ugye diafilmet csinált, pajtásba dolgozott, könyvillusztrációk is, de végül is a képregényet az úgy néz ki, hogy ebből azért nagyon jó pénzt lehet keresni. Ez az Esperanto kiadásnak a címlapja. Ja, még egy közszívű ember. Igen, hát én is átdolgoztam a közszívű ember fiait a Füles kérésére, Fazekas Attila rajzolta. Zseniálisan, abszolút nem kellett volna ezzel törődni, inkább a Kocsmáros félét kellett volna megvágni, most így látom a mai szemüvegen át, de mindegy, megjelent a Füles évkönyvben. Valamikor 1998-ban nézünk Fekete Gyémántoknál, jó, tehát Zórád elkezd komolyan rajzolni, tehát komolyan pénzt akar ebből keresni, és a érdekesség, hogy a főszereplő Berend Iván alapjában, a Hondavölgyi kis bányózen vezetőjének alapjában az ő saját édesapját rajzolja meg. Hát végül is a történet egy ilyen kis bányaüzem és egy nagy trözt betélkedéséről szól, amiben természetesen hát beleszól a szerelem is. Azt hiszem ez is volt filmváltozatban. Jó, tehát 64-től datáljuk Zórád komoly képregényes pályafutását, és érdekes, hogy ő a 97-98-ban csinálja meg Gessner Elton miniatúrjét, szintén az én forgatókönyvem alapján, ez itt a reklámhelye, és Zórád végestelen végig tudta tartani azt a magas színvonalat, amit itt azért belőtt maga elé. Nagyon ritka, mert ugye tudjuk, hogy Kocsmáros is a vége fele lejjebb csúszik ezen a maga által állított kritériumokon, és hát sebők is ezt az utat járja be. Rögtön ezután következik egy másik híres filmes feldolgozás, ez az Aranyember. A Fülesben jelent meg 1962-ben, szintúgy Kocsmáros párrajzolta. Itt ez nagyon tetszett, ez az összefoglalás. Azt mondja, hogy a boldogtalan és megnyugvást nem találó férfiak senki szigetére vágyakoznak, ahol noémi gitárt karral vár rózsafái között minden derék és szenvedő férfiút. Ezt nem tudom, ezt régebben Kuperájnak hívták, de itt speciál senki szigetének nevezi Jókai Mór. Hát bízunk abban, hogy ő azért tudta, hogy van ilyen senki szigete.